Köszöntöm az Oxygen Music nézői, Csarai Zsuzsa vagyok, most jöjjenek térségünk legfrissebb és legfontosabb hírei. Januárban megkezdődött a drágulás a magyar albérletpiacon. A KSH ingatlan.com legújabb adatai szerint januárban országosan másfél, Budapesten pedig 1,9%-kal emelkedtek az albérletárak. Az éves összevetésben pedig 13%-os áremelkedést regisztráltak országosan. A trend mögött a magasabb fizetések és az infláció visszahúzódása áll, amely lehetővé teszi a bérbeadók számára a magasabb bérleti díjak kérését. Győrben jelenleg átlagosan 195.000 forintért lehet albérletet kivenni. Enyhén csökkent a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A koronavírus örökítő anyagának koncentrációja Szombathelyen, Debrecenben és a budapesti központi telepen a magas, Győrben az alacsony, máshol az emelkedett tartományba esik. 35 éves jubileumát országjáró turnéval ünnepli a Tankcsapda, melynek első állomása Győr lesz. Az együttes életében különleges helyet foglal el városunk, erről is beszélgettünk Lacival, Sidivel és Tomival. 35 éves jubileumát ünnepli a Tankcsapda, a jubileumi turné első állomása pedig Győr lesz. Mint megtudtuk, az együttes elindulásának is van győri kötődése. A Tankcsapda 1989 végén játszott először a saját városában, Debrecenben, ez egy októberi közepi dátum volt, és ezt a dátumot nevezzük azóta a zenekar születésnapjának. Jól lehet, előtte már pár héttel, hónappal már nyilván zenélgettünk, hiszen ezen a koncerten már saját számokat játszottunk. Vendégzenekar voltunk, ahogy te is mondtad, a Győri Aurora zenekarnak voltunk a vendégei. Ennek igazából szándékosságban nem volt ebben egész egyszerűen, csak az Aurora abban az időben egy nagyon népszerű, feltörekvő, lendületes punk rock banda volt, és miután ez volt az ő életük első debreceni koncertje, és kézen közön vendégzenekarként eléjük kerültünk, ezért aztán innentől kezdve, ekkor ez azon napon persze nem tudtuk még azt, hogy ez az életünket ilyen szempontból majd meghatározza, vagy megváltoztatja, hogyha úgy tetszik, de ez mégis így történt, úgyhogy aztán az azt követő időszakban is volt szerencsénk egyszer-kétszer játszani velük, egyébként adott esetben így Győrben is, az azóta megboldogult A Klub nevű egyetemvárosban lévő helyen, ami azóta mondom már nincs, meg más városokban is, Budapesten, és nem is ez a lényeg, sokkal inkább az, hogy valóban a korai, az indulás környéke és időszak az valóban ilyen értelemben mindenképpen köthető az Aurorához is, ilyen szempontból Győrhöz. Győr városa különleges helyet foglal el az együttes életében. Nem véletlenül íródott az Itt vannak a tankok című dalsora, miszerint farmerben volt én meg bőrben, de a legjobb bőr mégiscsak ő volt Győrben. Fejes Tamás beszélt a nyitókoncert különlegességéről. Egyrészt a helyszín. Ez egy elég speciális helyszín, azt gondolom, hogy ilyen kézilabda csarnoka nem sok mindenkinek van Magyarországon. Volt szerencsék már itt játszani, körszínpados koncert révén. Normál elrendezésű koncerten még nem játszottunk, tehát ez lesz az első, tehát mindenféleképpen egy nagy kihívás. Illetve nagyon fontos, hogy szerintem a jubileumi évünket itt fogjuk indítani, és azt a pihenő időszaknak a energiáját itt fogjuk először a közönségnek adni, ami mondhatom azt, hogy három hónapot szerintem nem is pihentünk mostanában, vagy nem is készültünk, úgyhogy mindenféleképpen felfokozott hangulatba, illetve buzgunk akarattól, hogy olyan bulival indítsuk az évet, a 35 éves évünket, hogy emlékezetes legyen, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy biztos, hogy nem egy szokványos Tankcsapda koncert lesz. Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, és szeretnénk mindenféleképpen maximálisan bebizonyítani, hogy odavaló zenekar vagyunk mi is, illetve hát nagyon szeretünk Győrben játszani, tehát rendszeresen játszunk itt, és én úgy érzem, hogy a győri közönség is szeret minket, úgyhogy ez mindenféleképpen egy szerencsés összeállás, úgyhogy nekünk csak a 100%-os energiabedobással a tudásunk legjobbát próbáljuk majd mutatni. Én azt gondolom, hogy a vevők lesz rá erre a közönség is, innentől kezdve meg azt gondolom, hogy egy hatalmas buli lesz. A zárókoncertnek a debreceni Phoenix csarnok ad otthont, ami nem meglepő, hiszen mégiscsak egy debreceni rock együttesről van szó. Az egyik legnagyobb zárcsarnok az országnak a debreceni Phoenix csarnok.
Nyilván ez is egy a 35 évnek egy méltó megünneplése lesz, és azért is várjuk különösen, mert az elmúlt két évben nem csináltunk Phoenix csarnokot direkt, és most végre egy kicsit vissza fogunk térni, úgymond a megszokott kerékvágásba, hogy jó, akkor évvégén lesz Phoenix. Nagyon-nagyon várjuk, tehát ez most nem ilyen sajtóduma, nagyon-nagyon várjuk, hanem tényleg nagyon-nagyon várjuk. De egyelőre az energiáink még most március 23-ára ide Győrbe összpontosulnak. 35 év hosszú idő. Sok munka, tisztelet, figyelem és alkalmanként kompromisszumok kellenek ahhoz, hogy egy formáció 3,5 évtizedet megélhessen. Lukács László úgy fogalmazott, azt, hogy a tankcsapda hogyan tud ennyi ideje együtt zenélni, hosszasan elemezgethetnénk, de egy nagyon fontos dolgot érdemes kiemelni. Ennek van egy nagyon fontos része, egész egyszerűen ez maga a zenekar, a tankcsapda, az, amit a zenekar jelent számunkra és meg rengeteg ember számára is. Számunkra is a tankcsapda az elsőleges dolog, és hogyha vannak is közöttünk időnként mápri, nyilván vannak, főleg 30 sok év távlatában értelemszerűen lehetnek is nézeteltérések, vagy nézetkülönbségek egész pontosan. Ezeket minden esetben igyekszünk, és leginkább sikerül is felülírni azzal, hogy a tankcsapda érdekeit tartjuk szem előtt. Ez az oka annak, hogy így tudunk együtt dolgozni. Az pedig, hogy másokkal is együtt tudunk dolgozni, az meg egyfajta szakmai tisztelet, megbecsülés vagy alázat kérdése. Egyébként nem vagyunk az a zenekar, aki rendszeresen szokott másokkal közösködni, akár úgy, hogy mi közösködünk másoknál, akár az, hogy mások jönnek hozzánk közösködni. Ha néha mégis erre kerül sor, annak a munkának az egy alapvetése és alapfeltétele, hogy kölcsönösen tiszteljük és becsüljük egymás munkáját, és egy cél érdekében dolgozzunk, hogy minél jobb produkciót hozzunk létre. De mondom, ez ritkán fordul elő másokkal, nyilván mi a saját dolgainkkal szoktunk elsősorban foglalkozni, és a zenekaron belül is kell, hogy ez a dolog működjön, attól is tud így működni, és azért is beszéltünk most arról, hogy 35 éves jubileumi szezon kezdünk, és ennek az első koncertje ez a bizonyos március 23-ai győri koncert. Szó esett a rajongóktól kapott ajándékokról is. Kíváncsiak voltunk, mi volt a legemlékezetesebb közülük. Laci, Sidi és Tomi csak élményeket, kedves szavakat tudott kiemelni, hangsúlyozva, hogy hálásak közönségüknek. Hamvazó szerdán Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, a győri Nagyboldogasszony székesegyházban hamut áldott meg, és elvégezte a hamvazás szertartását. A katolikus egyházban hamvazó szerda a nagybőjt kezdőnapja, a húsvét vasárnaptól visszaszámolt 40. hétköznap. Lesz elég tojás húsvétkor, közölte a Magyar Tojóhibrid Tenyésztők és Tojástermelők Szövetségének alelnöke. Pákoszt Gergely elmondta, korábban a termeléshez szükséges alapanyagok hiánya és a növekvő energiaárak miatt drágult a tojás. Mostanra normalizálódott a helyzet, ezért fokozatosan mérséklődik az ár. Véradásra hívja a civileket a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ a Vöröskereszt megyei munkatársaival közösen február 22-én 13 és 17 óra 30 perc között, valamint 23-án 7 és 13 óra között a Győri Regionális Vérellátó Központban. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges. A szervezők ajándékokkal várják azokat, akik csatlakoznak a 10. civil véradáshoz. Számos előnyt élvez az, aki szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, hívja fel a figyelmet a NAV Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adóigazgatósága. A lista egy olyan közhiteles nyilvántartás, amely igazolja az adózó megbízhatóságát, gyorsíthatja az ügyintézést, kiválthat egyes igazolásokat. A szereplés az adatbázisban ingyenes. A lekérdező felület a NAV honlapján bárki számára elérhető. A lista minden hónap 10-én frissül, így igazolja a pénzügyi megbízhatóságot. Új képzés indításáról írt alá együttműködési megállapodást a Győri Széchenyi István Egyetem a Magyar Motorkerékpár Technikum és Szakképzőiskolával, valamint fenntartójával a Magyar Motorkerékpár Alapítvánnyal. Ennek révén a következő tanévtől okleveles motorkerékpár és versenyszerelő technikus, illetve versenyautó szerelő technikus szerviz képzés indul a budapesti intézményben.
A Héraklész fizikai felmérővel megkezdődött az idei szezon a kajak kenu sportban. Az esemény egyik szervezője Kadler Zsuzsa, a Csay Renáta regionális akadémia menedzsere szerint ez az év is mozgalmas lesz a gyermekek és kölyök korosztály számára, akik most már nem csak a helyi és az országos versenyeken, hanem régiós megmérettetéseken is megmutathatják tudásukat. Mindenképpen beváltották, vagy beváltotta az akadémiai rendszer a hozzáfűzött reményeket, sőt, én azt gondolom, hogy talán túl is teljesítsük azt, amit elsőre gondoltunk, hogy benne van ebbe a rendszerben. Tehát igen, egyrészt a kis kluboknak is hatalmas segítség, másrészt azoknak a gyerekeknek, akik mondjuk az országos versenyeken még nem biztos, hogy elég felkészültek, nekik is azért sikerélményt tudunk nyújtani, meg nagyon jó kis kohézió alakul ki a régiókon belül, nem csak a versenyzők, hanem a klubok edzők között is. Most a 12 versenyklubunkból 11 itt van jelen rögtön a februári Heraklészen, ami nagy öröm, tehát ilyen sokan azért eddig még nem voltunk. Készülnek ők erre a versenyre, vagy igazából ez egy edzés és egy lehetőség, egy felmérés mindenkinek, hogy hol tart? Hát én azt gondolom, hogy az edző kollégák azért felmérésként fogják fel, a gyerekek nyilván éles versenyként, ami egyébként így is van jól a versenysportban. Tehát ők, a gyerekek azért komolyan készülnek rá, meg nyilván a gyakorlatokat azért minden klubban az edzők gyakoroltatják ilyenkor a gyerekekkel. Van még olyan korosztály, aminek gyakorlatilag ez nem verseny, hanem olyan szintű felmérés, hogy mindenki egyformán jó, ha megcsinálja? Hogyne, az U8, U9 az továbbra is ilyen... Hát versenytilalomban van, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát az U8, U9 korosztályban nincsen verseny, nem hirdetünk elsőt, másodikat, hanem mindenki megkapja az oklevelét, tehát nekik tényleg abszolút inkább az élményszerzés, a szocializáció a célunk, és nem az, hogy versenyezzenek. Mi az, ami idén fontos lesz a versenynaptára, hogyha ránézünk? Hát mondanám, hogy minden is, de azt gondolom, hogy a kisebbeknek nyilván az Eskimo Indián az, ami szerintem egy... versenyben is, meg élményszerzésben is egy fontos esemény. A nagyobbaknak pedig azt látjuk, hogy a Magyar Kupa az, ami talán a legkeményebb megmérettetés, mivel ott sokkal kevesebb szám van, mint a gyorsasági magyar bajnokságon, ezért ott nagyon kemény mezőnyök alakulnak ki, úgyhogy ez a kettő, ami nekem, legalábbis nekem, az én szívemnek ilyen közel álló események, és hát nyilván a vége azért akkor is a síkvízi magyar bajnokság, amire mindenki készül. Kedves nézőink, további friss híreinket és tudósításainkat megtalálják a győrihírek.hu oldalon. Én köszönöm már a megtisztelő figyelmüket, most a hírek végén nézzük, hogy milyen időjárás várható majd a következő napokban. Viszontlátásra! Péntekre virradóra többfelé számíthatunk pára köd képződésére, napközben általában sok napsütésre számíthatunk, inkább csak fátyol felhők lehetnek az égen, csapadék sehol sem várható, a Dunántúlon sokfelé megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik a délkeleti szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 0 és plusz 2 fok között alakul, napközben 10 és 14 fok közé melegszik a levegő. Szombat reggelre több tájegységünkön is párássá, ködössé válhat a levegő, viszont délelőtt már sokfelé a napsütésé lehet a főszerep, délután észak-északnyugat felől beborul az ég, és elszórtan kisebb eső, zápor eső is kialakulhat. Gyenge mérsékelt marad a szél, napközben 10-11 fokot mérhetünk.